Elindult az ökumenikus imeit rába közben is. Idén január 15-től január 22-ig tart. Ezen a héten Smudla Tamás beledi plébános evangélikus istentiszteleteken is hirdet igét. A vasárnapi evangélium előzményét és magát a tanítást, az evangélium tanítását fogom olvasni. János így tett tanúságot, itt a keresztelő Szent Jánosra gondolhatunk. A zsidók papokat, levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, és megkérdezték, ki vagy. Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta. Nem én vagyok a messiás. Ezért megkérdezték tőle, hát akkor talán Illés vagy, nem vagyok, felelte. A próféta vagy, erre is nemmel válaszolt. Így tovább fogadták, akkor ki vagy? Választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról? Ezt felelte, a pusztában kiáltó szó vagyok. Egyengessétek az Úr útját, amint Izaiás próféta mondta, a küldötteket a farizeusoktól jöttek, küldték, s tovább kérdezgették. Akkor miért keresztelsz, ha nem vagy sem a messiás, sem Illés, sem a próféta? János így válaszolt, én csak vízzel keresztelek, de köztetek áll az, akit nem ismertek, aki a nyomomba lép, s akinek még a sarusziát sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt, nézzétek az Isten báránya, ő veszi el a világ bűneit. Róla mondtam, a nyomomba lép valaki, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem, de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy megismertessem Izraellel. Ezután János tanúsította, láttam a lelket, amint galamb alakjába leszállt rá, a mennyből sajta maradt. Magam sem ismertem, de aki vízzel keresztelni küldött, azt mondta, akire látod, hogy rászáll a lélek, s rajta is marad, az majd szent lélekkel fog keresztelni. Láttam és tanúskodom róla, hogy ő az Isten fia. Egy kicsikét az evangélium előtti részt, mint említettem, korábbról vettem. Ugye ez a keresztelő János, ez már előre készíti Jézusnak az útját, ez az ő küldetése, Isten erre hívta őt, és hát ő egy, nem egy magas rangú ószövetségi pap, ott a jeruzsálemi templomba, hanem a pusztába megy, egy talán mondhatnánk kicsit aszkéta típusú, imádkozó, elmélkedő, nagyon is az Istenből élő ember. És kicsit azért érdeklődnek, a farizeusok küldenek egy ilyen küldöttséget, hogy hát tulajdonképpen te ki vagy. És annak ellenére, hogy nem volt hatalmas nagy iskolai végzettsége, ha szabad így mondani, azért nagyon is tudta, hogy mit kell mondania, és nagyon állta a sarat ez a keresztelő János, hiszen az Isten lelke segítette, kiskorától fogva élt a hivatásának, és meg is tudott felelni. Amikor kérdezgették, hogy te vagy ez, te vagy a messiás talán? Hát nem vagyok, mondta. És aztán így tovább a kérdésekre tudott felelni, talán Illés vagy? Nem vagyok. Talán te vagy a próféta, akinek el kell jönnie? Nem vagyok. János csupa nem, és ez a sok nemmel az egyetlen igenre, Jézusra utal, a megváltóra utal, aki már szinte ott is van. Kereszteli az embereket vízzel, és megválaszolja azt is, hogy én csak azért vagyok itt, hogy vízzel kereszteljek. Hát így előkészítette tehát a megváltó útját. És mit is szeretnék ebből kihozni? Nagyon érdekes, hogy még azt is hozzátesz, hogy még a sarusziát sem vagyok megoldania annak, aki érkezik. Egyébként van egy rokonság, mert Erzsébet az édesanyja keresztelő Jánosnak, Máriának az unoka nővére, ez az Erzsébet, de hát amikor Jézus fellép, akkor talán szoros rokonsági találkozókat kevésbé tartottak, hiszen János elvonul, és ugye innét kezdtük a vasárnapi evangéliumi részt, hogy másnap, amikor Jézus látta keresztelő János, akkor hirtelen azt mondta, nézzétek, ez az Isten báránya. Ő veszi el a világ bűneit. Nagyon nagy mondatot mond, hiszen Jézus egyedül, aki az Isten, az örök atya fia, azért jött, hogy megváltson minket, elvegye a világ bűnét, minden ember bűnét, ha bűnbánatot tartunk, hozzá tudunk fordulni.
És aztán szépen folytatja, róla mondtam, nyomomba lép valaki, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Hát itt az evangélista azt is írja, hogy Jézus, mint Isten, örök az Atyával, a Szentlélekkel együtt, és ő vett föl köztünk emberi testet, amúgy hát 6 hónappal később születik a kis Jézus, mint a keresztelő János, de ettől függetlenül is előbb volt, mert öröktől van, mint az Isten fia. Nagyon szépen fogalmazza így a Szentíró. És hát ugye János azt mondja, hogy hát vízzel jöttem keresztelni, és tanisítja azt, hogy miközben megkereszteli Jézust, aki miattunk jött, nem neki volt szorosan szüksége a keresztségre, de mégis szolidaritást vállalt velünk, bűnös emberek sorába állt be. Azt mondja, láttam a lelket, mint valami galamb lebegett fölötte, föntről. Hát nem galambot látott, hanem valami fényességet, valami rendkívüli olyasmi tündökölt, vagy lebegett Jézus fölött, én így tudom persze elképzelni, amely szinte leszállt rá, és ez a különös csodálatos jel, ez jelezte azt, hogy akire majd látott, hogy rászáll a lélek, ő az, aki lélekkel keresztel. És hát erről tanúskodik ez a keresztelő János. Itt a fő gondolat talán, hogy ő az Isten báránya, misébe többször is mondjuk, Szent Mise elején, a bűnbánat imánál, az Uram irgalmaz énekben, a dicsőségben is mondjuk őt Isten bárányának, és amikor a Szent Mise vége van, akkor a Szentostját a pap felmutatja, és azt mondja, íme az Isten báránya, ő veszi el a világ bűneit, íme aki elveszi a világ bűneit. Hát János ugyanezt mondja, nézzétek, ő az Isten báránya, íme. Na és hát így tudjuk azt, hogy mennyire jó az, hogy megváltunk Jézus. Ugyanakkor közel jött hozzánk, szinte barátunk, akire rábízhatjuk magunkat, vagy aki által a mennyei atyára bízhatjuk, az ő kezére bízhatjuk magunkat, a saját lelkünket, szívünket, életünket. Aki által közel van az Isten hozzánk, és akiben hát szinte karnyújtásnyira, vagy hát emberiesebben, hát tudunk, könnyebben tudunk talán Jézusra gondolni, vagy vele beszélgetni. És hát rábízhatjuk magunkat, mint útra, amikor keressük az utat, akkor Jézus az út, és mi rábízhatjuk a jövőnket, magunkat, a mi utunkat. Az emberek kérdése mindig az, hogy hát minek is élek, vagy miért vagyok. Vagy ha nem is tesszük fel ezt a kérdést, azért minden embernek ez a kérdés, hogy hát miért vagyok én, minek élek? És mi azt mondjuk a hitünkben, hogy hát Jézus az út, az igazság és az élet. Nagyon szép a Benedek pápának a végrendelete, ezt a mondatot idézi, hogy mindig így van ez, hogy az egyház, hát nem jól fejezem ki, de azt mondom, nem tökéletes, de mégis esetleges hiányai ellenére is benne él a Krisztus, benne él az Isten, mert így akarta, és hát ilyen értelemben tényleg így van közel hozzánk, és így bízhatjuk rá magunkat. Még egy gondolatot talán csak megpendítek a végén, a Ferenc pápa is erre kitért, most egészen frissen, a vasárnap kapcsán, és olyan szép ez, hogy ez a keresztelő János, sokan azt gondolták, hogy ő a megváltó, a messiás, de nem élt vissza ezzel a helyzettel, nagyon mélyen megmondja, hogy én csak vízzel keresztelek, ő az, akinek el kell jönnie, ő az Istennek az igenje, a mi keresésünkre, és akkor úgy visszavonul. Tanítványait is átengedi, mikor 2 tanítvány látja, hogy érdeklődik Jézus, amikor Jézus majd föllép hamarosan, jövőheti evangélium, akkor engedi őket, hogy menjenek Jézus után. Nem irigykedik. Ő bölcsen átengedi, hogy hát most ő a nagyobb, ő neki eddig tart a küldetése, aztán majd vértanú halállal hal meg, az igaz, de olyan szép ez, hogy őt tartja, ő az, aki tanít, ő az, aki a mester, ő a bárány, ő a megváltó, és én csak, hát egy porszem ember vagyok, így vallja meg, bár kiváló volt, nagyon csodálatos ember, de mégiscsak így vannak a szülők is, hogy a gyermekeket fölnevelik, és aztán vissza kell egy kicsit lépni. Amikor már nagyobbak, a külön útra
lépnek, akkor hát kísérhetik a szülők is figyelemmel őket, szeretettel, de mégis hagyják őket szabadon. Tehát a szülő nem akarja magához láncolni, nem a saját elképzelését akarja a gyermeké megvalósítani, hanem azért szabadon kell hagyni egy kicsit, mert az nem jó, hogyha mi akarjuk ugye meghatározni a gyermekeknek az életét, hogy pontosan a mi elképzelésünk szerint járják felnőttként az életútjukat, segíteni segíthetünk, finoman szólhatunk, beszélgethetünk velük, de nem erőltethetjük rá magunk nézetét. Hát ez a keresztelő János így visszalép. És igazában mester vagy tanító helyett, próféta helyett tanítvány lesz. És ő is figyel Jézusra, amennyi időt tölthet ott vele. Jézusra szegezi a tekintetét. Mi is kicsit Jézusra szegezzük a tekintetünket, mert ma is mindörökké Jézus az, aki az élet ura, és hát szeretetből jött közénk, és szeretettel tanít, vezet minket a szívünkön át is, a Szentlélek által is. És itt fejezném be, hogy tulajdonképpen benne találjuk meg az Istennel való kapcsolatunkat, vagy az Istennel való kapcsolatunkban az összekuszálódásokat is benne találjuk, mert gyógyítja, orvosolja az emberi szívet, mint Isten báránya, és hát ezzel megmutatta a végtelen szeretetét, és benne valósul meg Krisztusban az Isten minden ígérete, és már keresztelő János is, mint utaltam, ezzel be is fejezem, ő is hát így, ha rossz szóval mondom, rossz szóval, szerencsé, ügyetlenül, hogy átadja a stafétabotot teljesen, hogy most már én nekem vissza kell vonulni, és ezt olyan szépen teszi meg, alázatosan, és nagyon igaz módon, és aztán élete végéig tanúskodik erről a Krisztusról. Plébános úr, ezen a héten ökumenikus imahét van, Beleden is megtartják. Ön hol vesz részt Isten tiszteletén, illetve Szentmisén? Az ökumenikus imahéten, ugye itt már hagyományos dolog volt korábbról is az ökumenikus imahét, és nálunk itt Beleden a kedden és csütörtökön lesz alkalom. Kedden jön át a lelkészasszony, a lelkipásztorasszony, esperesasszony és a hívek is a mi templomunkba, hát aki el tud jönni, ugye a szabadá tudja tenni magát. És csütörtökön mi megyünk viszont szintén 5 órai kezdéssel vissza az evangélikus templomba. Van még itt a közelben, ugye a részemre Kisfalud. Kisfaludon a katolikus templomba kezdődik, ott majd a Vadosfáról jön át a lelkészasszony, és pénteken meg viszonozzuk ezt, de a Mihályi templomba, Mihályi evangélikusba megyünk akkor át, majd a Mihályi katolikus hívekkel, akik úgy már szintén megszokták ezt, és gyakorolják ezen alkalmakat. Tehát egy közös találkozás, az mindig szép is, meg közös imádság, és hát ez az ökumenikus gondolat is végül is nagyon is fontos és szép is, mert hát igazából egyek vagyunk Krisztusban, közel vagyunk, és gyakorlatilag hát mégis erősít akkor még emberileg is jó, lelkileg is azért egy olyan alkalom el, ami közös találkozás és együtt tartozást is jelent, azért végül is ugyanabban az Istenben, a Szent Háromságban hiszünk. Talán ezeket tudom mondani. Köszönöm szépen.